Köszöntöm nézőinket, sportmagazinunkat látják. A következő fél órában többek közt lesz egy kis ralli, férfi kosárlabda és női pingpong az élvonalból, valamint foci, utánpótlás vízilabda és mezei futás is. Érdemes lesz velünk maradni. Bemutatták új autóikat a Ranga testvérek. Idén egy csapat színeiben indulnak az országos ralli bajnokság futamain, mindketten ugyanolyan autóval, Skoda Fabia R5-tel. A kocsikat hétvégén a Rally Sprint kupán tesztelték. A Ranga testvérek évek óta a magyar rallisport élmezőnyében vannak, de a kirobbanó formára eddig várni kellett. 2017 viszont a kitörés éve lehet, bemutatták ugyanis új versenyautóikat, a két Skoda Fabia R5-öt. A tavalyi szezonunk egy ennél jóval kisebb volumenű volt, a rallisprint bajnokságba mentünk, ahol a legtöbb versenyt meg tudtuk nyerni. Ezzel le is zárnám a tavalyi évet, hisz itt állunk két olyan technika előtt, ami egyedülálló a magyar mezőnyben. Nagyon kevés ilyen autó van. Hál' Istennek a partnerek jó voltából összeállt egy olyan nagy csapat, hogy testvéremmel együtt külön-külön egy-egy ilyen autóval tudunk menni. Ez is Skoda Fabia R5-ös versenyautó. A világbajnokságon is ilyen autóval versenyeznek. Ez itthon a csúcs kategóriát jelenti. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, már csak rajtunk fog múlni. Amiben van egy kis piros, az az én autóm, úgyhogy a maga az alapdizájn az ugyanaz, de a színvilág különbözteti meg a két autót egymástól. Ez már a világon egy szabvány, hogy 1.6-os motorokkal mennek, mind a Forma 1-be is. Ebbe is 1.6-os turbomotor van, körülbelül 300 lóerőt tud az autó. Skoda Motorsport által fejlesztett gátlók, futóműrendszer, hajtásrendszer van alatta, egy ötcsöpességes szekvenciális váltó van, ami azt jelenti, hogy nem kell se kuplungolni, se gázt elvenni váltásnál, úgyhogy úgy tudnám jellemezni, hogy amikor elrajtolsz fel, akkor az autó megemelkedik, és addig megy, amíg nyomod a gázt. Idén egy csapat színeiben indulnak az országos rally bajnokság futamain, mindketten ugyanolyan autóval. Legutóbb a Baranya kupán versenyeztek egymás ellen a Ranga testvérek, akkor Péterék nyertek, de Laciék egy öregecske Evo 8-as Mitsubishivel mentek, ami jóval lassabb autó az R5-ösnél. Egyébként egy évvel korábban Laci előzte meg Péteréket, amikor ugyanolyan autókkal mentek mindketten. Mi a tavaly az Európa bajnokságon kezdtük meg az évet, még a régi autónkkal, a Mitsubishivel, és ott sikerült második helyezést is elérnünk a Kanári-szigeteken. Utána ültünk át az R5-ös Fabiába, és tudtunk versenyeket is nyerni, illetve a meccsek rally másodikak lettünk abszolút értékelésben, úgyhogy szerintem sikeres szezon volt. Most csak itthon fogunk versenyezni az országos rally bajnokságban, 7 futamon fogunk részt venni. Azt gondolom az évad első fele az nem arról fog szólni, hogy az első helyért csatázzunk, de szeretnénk villantani utána. Nekem nagyon tetszik külalakra egyébként az autó, ezzel a dekorral szerintem igazán szép lett. Szerintem az R5-ös autók között a legszebb a Skoda, és szerintem talán a legjobb is egyébként. A meccsek rally abszolút, ott jól is szoktunk menni, és még egyébként a Veszprém rallyt imádom, mert az Murva verseny a lőtéren. Sokat lehet ugratni, keresztbe csúszkálni, és szerintem az talán még nagyobb élmény, mint az aszfaltpályák. A Ranga testvérek szerint idén sokkal erősebb lesz a hazai mezőny, mint korábban, sőt, ők minden idők egyik legkomolyabb bajnokságát várják, ami a Miskolc rallival indul március 31-e és április 2-a között. Az új kocsikat hétvégén a Rally Sprint kupán tesztelték. Az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alapszakasza is a végéhez közelít. A legutóbbi két fordulóban a Pécs Panthers hazai pályán játszhatott, a minél jobb helyezés elérésért. A Jászberény ellen még sikerrel vette az akadályt, de a Pakssal már nem bírt a PVSK. Bajnoki helyezések alapján mindkét hazai mérkőzést hoznia kellett volna a Pécsnek.
Azonban, ha az elmúlt 5 forduló formáját nézzük, már más a helyzet. A Jászberényi KSE az egyik legrosszabb formában lévő csapat a bajnokságban. Ellenük kötelező volt a pécsi győzelem, ám nem adták magukat könnyen a vendégek. Végül nagy nehezen 80-76 arányban tudott nyerni a PVSK. Azt gondolom, hogy kitettük a szívünket a pályára. Nagyot küzdöttünk. Tényleg megtaláltuk a jól menő játékosokat, ők bedobták az üres helyzeteiket, valamint jól egyegyeztek. Azt gondolom, hogy egy jó meccset játszottunk, már a mi szempontunkból. A Pécsnek ez úgy gondolom, hogy egy kicsit kinkeserves volt. Hát a 22. forduló lemegy, és hiába mondom, tehát most már lehet, hogy süket füleknek magyarázom, hogy egyszerűen nem lehet hazai pályán lehozni az első negyedet 2 falttal. Tehát ilyen nincsen. Tehát ez csak azt mutatja, hogy nem küzdünk. Nem küzdünk. Az, hogy szenvedünk támadásba egy mozgékony csapat ellen, nem mennek be a hármasok, az mindig benne van. De az, hogy hazai pályán lehozunk 2 negyedet, 2 meg 0 falttal, az egyszerűen megengedhetetlen. Valószínű, hogy a játékosokat is összezavarta, hogy a Bojic se játszhat, készültünk valamire, és hála Isten beúsztuk a mérkőzést. Azért mindig volt a fontos pillanatban egy-egy olyan játékos, aki dobott egy fontos kosarat, dobott 2 fontos kosarat, de azért mondom, hogy gyorsan el kell felejteni, szombaton hatalmas mérkőzés lesz a Pakssal, regenerálni kell és fel kell készülni. Az alapszakasz hajrájára, jó formába lendülő Paks ellen még nehezebb dolga volt a Panthersnek. Nem is sikerült otthon tartani a győzelemért járó 2 pontot. Ezt, hogyha nem fogják megérteni a játékosok, hogy hazai pályán sokkal keményebben kell elkezdeni a mérkőzést védekezésbe, addig nem fogunk mérkőzést nyerni. Ez volt az egyik probléma, ugye, hogy nagyon nagy hátrányból kellett visszajönnünk. Elkezdtük a 3. negyedet, ugyanez a probléma. Megint nem volt faltunk, kaptunk 4 olyan 3 pontost, ami simán elkerülhető lett volna. Nem ütöttük be a faltokat, megint mínusz 10-ra kellett volna visszajönni, ahogy próbálkoztunk, utána meg már extra kosarakat is dobott a Paks. Kár ezért a vereségért, vannak ugyanúgy céljaink, megyünk tovább, vár ránk még 10 kőkemény mérkőzés, ugyanaz, be kell kerülnünk a playoffba, és ezért fogunk tovább jövő héten is dolgozni. Az alapszakaszban még 2 mérkőzés vár a PVSK-ra. 23-án a listavezető Albafehérvár otthonába látogatnak, aztán 26-án itthon fogadják a kiesés elől menekülő Vasast. A mezei futó diákolimpiai bajnokság városi fordulójával megkezdődött a szabadtéri atlétikai szezon. A pécsi és Pécs környéki iskolákat 2 napra osztották a szervezők. Kedden a Városközponti Iskola Központ, valamint a város környéki kisiskolák csapatai mérték össze tudásukat a mezei diákolimpiai bajnokság városi fordulóján. Csütörtökön a Megyervárosi Iskola Központ, a Mecsekaljai Iskola Központ és a vegyes iskolák, azaz a PTE 1-es gyakorló, a PTE Deák gyakorló, a Szent Móra Ciszterci Nevelési Központ, a Kozármislenyi Janikovszki, a Janusz és a Pécsvárad futójé volt a pálya. Már ősszel szoktunk rendezni egy versenyt, ahol mi úgy hívjuk, hogy pontszerző verseny, mindenféle továbbjutás minden nélkül zajlik. Nyilván azért, hogy fel tudjanak készülni a gyerekek, hát az atlétika szempontjából pedig alapvető, hogy a nagy téli, hát idézőjelben semmi tevés után, hiszen hát ugye fedett létesítményeink nem nagyon vannak. Most végre már lehet kicsit aktívabban dolgozni, és hát egy kis ráhangolódás is majd az áprilisban kezdődő atlétikai versenyre. Hát az országos döntőkön való részvétel az vegyes, vannak évek, amikor nagyon jól szerepelnek a versenyzőink, vannak, amikor hát a futottak még kategóriába tartozunk, de azért mindig van egy-két egyéni versenyzőnk, aki azért ott van a legjobbak között. A pályabajnoksághoz hasonlóan az iskolai körzetek versenyeznek itt most egymással, és hát egy lehetőség is arra, ugye, hogy akkor az iskolák közös csapatot tudjanak kialakítani a megyei döntőre, illetve azoknál az iskoláknál, akik nem tartoznak semmilyen körzetbe, hát ott pedig ők meg külön versenyeznek, őket úgy osztottuk föl, hogy a nagyobb sulik képeznek egy külön kört, és a piciknek, tehát kisiskoláknak ez annyit jelent, hogy 200 tanuló alatti
Suliknak pedig van egy külön versenyük, hát érthető módon, hiszen hát nem lennének egy súlycsoportban. A mezei futó diákolimpiát a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Árpád fejedelem általános iskola és gimnázium udvarán és a körülötte lévő területen rendezték. Nagyon fontos az őszihez hasonlóan ősszeli pontszerző versenyként van számon tartva ez a mezei futóverseny, a mostani tavaszi pedig a továbbjutásról szól, tehát hogy a legügyesebbek a megyei döntőre, onnan pedig az országos döntőbe jutnak. A terep szerintem ideális a mezei futóversenyre, a korosztályoknak megfelelően, tehát a kisebb korcsoportok rövidebb távokat tesznek meg, a nagyobbak pedig hosszabb távokat futnak. Nálunk központi szerepet tölt be az atlétika, mint sportág, a kosárlabdához hasonlóan, nálunk ez a két sportág, ami nagyon fontos szerepet tölt be. Hála Isten az időjárás olyan volt az elmúlt napokban, hogy hát ki tudtunk jönni, a gyerekek is nagyon élvezték a hosszantartó bentlét után. Az atlétaedzők számára fontosak ezek a versenyek, hiszen itt tudnak válogatni azok közül a gyerekek közül, akik még nem kötelezték el magukat más sportágak iránt. Van elég sportolónk, nagyon sokan érdeklődnek, az a baj, hogy a kitartás az mindig nagyon rövid ideig tart. Tehát egy pár hétig, esetleg hónapig, és akkor amikor kezdődik a komoly munka, akkor nagyon nagy a lemorzsolódás már. Most majd a 2003-asoktól várunk nagyon-nagyon jó kimagasló eredményt, tehát kiugró eredményt, illetve hát az IFIK-nél, a 2001-2000-esnél lesz majd olyan, aki remélhetőleg kiugró lesz. Az ötfős csapatok korcsoportonként és nemenként különböző távokat teljesítettek a kertvárosi részben füves, részben betonpályán. A legkisebbeknek, azaz az első korcsoportosoknak még nem felmenő rendszerű a verseny, nekik szintfelmérő volt ez a megmérettetés. Náluk a fiúk és a lányok is egy-egy iskolakört futottak. A második korcsoport már a továbbjutásért versengett. A fiú és a lány csapatoknak egyaránt egy femakört kellett teljesíteniük. A harmadik korcsoport két femakört, a legnagyobbaknál a fiúk három, míg a lányok két femakört futottak. Az iskolaközpontok és a PTE iskoláinak válogatottjai és a városkörnyéki kisiskolák első helyezett csapatai, a vegyes iskolák első három helyezett csapatai, valamint az első hat helyezett egyéni versenyzők jutnak tovább a megyei fordulóra. Már a régi új edzővel, Kvanduk Jánossal a kispadon fogadta a szekszárdi UFC MB3-as foci csapata a tabella élén álló Budafokot. A bajnokság tavaszi idényének újabb fordulójában. A középmezőnyben található szekszárdi csapat fegyelmezett játékkal végig egyenrangú ellenfele volt a Budafoknak, ám egy védelmi kihagyás elég volt, hogy elúszon a döntetlen esélye. Ha valaki minden előzetes információ nélkül fölült volna a lelátóra, nem tudja, ki melyik mezben játszik, hol áll éppen a táblázaton, annak nem lett volna egyszerűen megválaszolható kérdés, na melyik az első és melyik az éppen nyolcadik. Talán a több labdabirtoklás okán szavazott volna az illető a piros mezes budafokiakra, amelyek között több egykori élvonalat is megjárt olyan ismert játékos, mint Grúz Tamás, Pölöskei Tamás, vagy éppen a csatár Olá Lóránt szerepelt. Ám a 0-1 ellenére a játék képe alapján a szekszárdi UFC játékosa is emelt fővel jöhettek le a pályáról, mert lehetőségeik között jól futballoztak, ami biztató a jövőre nézve. Próbáltunk olyan játék részletekben agresszívek lenni, olyan játék részletekben kezdeményezőek, ahol esetleg sikerrel megmondhattuk volna őket, illetve igyekeztünk megakadályozni azt, hogy ők kettő a kettőket alakítsanak ki az oldalvonalak mentén, és ott megbontsanak minket. Szerintem ezt az első félidőben nagyon jól végrehajtottuk, hiszen egyszer sem jutottak a védelmünk mögé beadási pozícióba, illetve háromszor vittük a kapusra a labdát nagyon komoly gólhelyzetbe. A nagy pek az volt, hogy az első középről lágyan felívelt labda után Pölöskei gólt tudott szerezni, amivel megnyerte a meccset a Budafok. Az első félidőben 10 másodperc volt, amit nem koncentráltunk, azért egy nagyon messziről, nagyon lágyan felívelt szabadrugásban nem szabadott volna gólt kapni, illetve nagyon jól tudtuk, hogy a lefejelt labdára a Pölöskei fog érkezni. Én ott nem tudom, majd kíváncsi leszek, hogy kik maradtak le az emberekről, meg hogy miért a Lékoroland
vívott fejpárbajt. Magassági fölén volt ugye, akinek a Grusz Tamás jutott, kicsit alacsonyabb volt, és ezáltal előny szerzett ezzel, lefejelték, és utána a lepattanóban igazából bárki ezt pattanhat, aztán nekik jó helyre pattan, nekünk meg rossz helyre, tehát hogyha így nézzük, igazából egy pillanatnyi megingás elég, hogy az ellenfél 3 ponttal messzen haza, sajnos. Vandok János, aki ismeri a játékos állományt, a nyáron újonnan igazoltakat is, hozzálát az UFC-re egyébként jellemző stabil védekezés megtartása mellett a támadóbb szellemű játék meghonosítását. Erre már most is voltak biztató törekvések, ezt a meccset megelőzően ugyanis nem véletlenül nyert idegenben Gyulán az UFC. Hiába volt védekező csapat, olyan nagyon nem tetszett. Az elmúlt 10 napban próbáltuk ezeket a réseket betönködni a védelmünkbe. Én úgy láttam, hogy ma ez sikerült is. Mi változott most az edzőváltással, tehát mennyiben mások az edzések, vagy a csapat játéka alakul-e, tehát amit a játékosoknak el kell sajátítani? Hát az alap dolgok megmaradtak, tehát a csapat filozófiája tulajdonképpen ugyanaz. Próbálunk törekedni a játékra, mindig alkalmazkodni az ellenfélhez, és minden meccset meg szeretnénk nyerni. Így próbálunk felépíteni, hogy a védekezés legyen stabil, és ebből próbálunk gyors ellenindításokat alakítani ki. De hát fentről kezdjük a védekezést, tehát a csatároknak ugyanolyan fontos szerepe van a védekezésben, mint a védőknek, tehát ez közös csapatmunka. Tényleg ezen van a hangsúly, a csapatépítésen. Az abszolút szekszárdi kötődésű Kvanduk János már korábban felnőtt edzőként is bizonyított az UFC-nél, képes a rendelkezésre álló játékosokból kihozni, ami éppen bennük van, és a csapatépítéshez is van érzéke. Itt az újabb lehetőség neki is a bizonyításra. 9. alkalommal rendezik meg a Húsvéti Nemzetközi Utánpótlás Vízilabda tornát. A 12 éves korosztálynak meghirdetett kupát második éve az egykori pécsi vízilabda edző, az FTC szakosztályának korábbi elnöke, a 2015-ben elhunyt Ambrus Tamás emlékére szervezik. Ambrus Tamás hazai csapatai, a Ferencváros, a BVSC és a Pécs mellett több nemzetközi, köztük dél-afrikai klub is szerepel az áprilisi eseményen. A PVSK-nak és az utánpótlást működtető PSN ZRT-nek egyaránt fontosak a fiatalok. Az egykori pécsi vezetőedzőről, az FTC vízilabda szakosztályának tavaly előtt elhunyt elnökéről, Ambrus Tamásról elnevezett tornát idén is megrendezik. A korábban húsvéti vízilabda torna néven futó kupán a 12 éves játékosok vesznek részt. A tapasztalataink azok nagyon jók, ugye most már 9. alkalommal rendezzük meg ezt a tornát, és sok visszatérő vendégünk van, hiszen ugye a Hannover például Németországból, vagy az Európa egyik legjobb utánpótlás csapata, a Partizán Belgrád évről évre visszatérő vendég, úgyhogy azt gondolom, hogy szeretik ezt a tornát, és színvonalában, szervezésben fölvesszük a versenyt bármely más európai tornával, úgyhogy ezt a hagyományt ezt szeretnénk megtartani, és szeretnénk, hogyha idén is tényleg egy nagyszabású, de ugyanakkor egy jó hangulatú tornát tudnánk rendezni. Az első torna még azt hiszem 2009-ben 8 csapattal indult, aztán szépen lassan ez a 8 csapat, ez 12-re emelkedett. Gondolkodtunk mi azon, hogy esetleg 16 csapatra emeljük, csak hát ahhoz azért kicsi a vízfelület, tehát így is viszonylag nagy vízfelületet foglalunk el ebben a 3,5 napban a hullámfürdőbe. Ha most idehozunk egy 16 csapatos tornát, az egy hét a lebonyolítása, és ennek per pillanat az nincs reális lehetőség. Ez a 12 csapat is azt gondolom, hogy szuper, nem nagyon van Magyarországon ekkora torna. Ilyenkor ugye elküldjük a meghívókat, most már szerencsére ott tartunk, hogy 10 csapat visszajelezte, hogy jön, még 2 kiadó hely van. A szervezésben is jól állunk, 1 hónapban még vissza a tornáig, éppen volt most a héten a PSN ZRT-ben egy megbeszélés, ahol összegyűjtöttük a feladatokat és elosztottuk, úgyhogy szeretnénk tényleg egy nagyon színvonalas tornával is megemlékezni a Tamásra, és most már az, hogy az ő nevét viseli a torna, azért az egy felelősség is rajtunk, hogy tényleg szeretnénk egy nagyon jó tornát rendezni. Igazából az, ami vagyok,
akár mint utánpótlás szakágvezető, akár mint vezetőedző, vagy volt OB egyes játékos, azt a Tamásnak köszönhetem, hiszen ami mielőtt ő idejött, addig azért másodosztályú csapat, másodosztályú középcsapat voltunk, és az ő személyiségével, kapcsolatrendszerével, ugye abban az évben érkezett Kozzoli, Petővári Zsolt, Kollár, Gyuri Sugársanyi, jutottunk fel az OB1-be, és volt 6 évig az edzőm, sok mindent tanultam tőle, amiket a mai napig is használok, úgyhogy tényleg azt kell mondjam, hogyha vízilabda és valakit mondani kell, akkor nekem a Tamás az a személy, akinek a legtöbbet köszönhetek. Ambrus Tamás hazai csapatai, a Ferencváros, a BVSC és a Pécs mellett több nemzetközi klub is szerepel az áprilisi eseményen. Én úgy gondolom, hogy egy hónappal a torna kezdete előtt, megnyitója előtt jól állunk. A 12 helyre már 10 csapat visszajelezte, hogy érkezik mindenképpen. Úgyhogy mondhatjuk, az két hely, ami még kiadó, de oda is vannak már jelentkezők. Meghívtuk a Tamásnak a 3 magyarországi volt csapatát, a Ferencvárost, a BVSC-t, illetve saját magunkat is, tehát mint rendező mi is szerepelni fogunk. Ezen kívül egy német csapat érkezik, a Hannover, akik már voltak itt nálunk korábban. Érdekesség, hogy jön Dél-Afrikából egy csapat, Horvátországból érkeznek csapatok, és ahogy mondtam, van még 2 kiadóhely, ahova görög, spanyol csapat is jelezte már az érdeklődését, még nem adták le a jelentkezésüket. Mondhatom azt, hogy utánpótlás nélkül nincsen OB1-es csapat, mert bár van rá példa itt Magyarországon is, hogy utánpótlás nélkül is lehet OB1-es csapatot működtetni, de ahhoz rettentően sok pénz kell. Viszont így, ahogy itt az utánpótlásban dolgoznak az edzőkollegák, illetve ahogy az utánpótlás működik, most is látható, hogy 5 olyan pécsi játékos van, aki a pécsi utánpótlásból érkezett a felnőtt csapathoz, és az 5-ből jelen pillanatban 3-an stabil tagjai a 14-es keretnek. Tavaly a Tatabánya nyerte a tornát némi meglepetésre a Ferencváros és a BVSC előtt. A pécsiek akkor a 8. helyen zártak. Olyan világklasszis asztali teniszező még nem járt a szekszárdi városi sportcsarnokban, mint legutóbb a Bajnokok Ligája elődöntőjében, a világranglista 6. helyezett Han Yin. A Németországban élő kínai válogatott arról nyilatkozott a meccs után stábunknak, ha már itt játszik Európában és 2 állampolgár, el akarja hódítani az Európa-bajnoki címet, és ráhajtana Tokióban az olimpiai aranyra is. Han Yin, aki meghatározó játékosa volt a női bajnokok ligájában a lengyel Tarmozek csapatának, a világranglista jelenlegi 6. helyezettje, nála csak néhány kínai honfitársa jobb a világon. Már nem egyszer játszott a kínai nagy válogatottban is, tagja volt az egyik világbajnok csapatnak. Aztán később átjött Európába, hogy nem éppen csak apró pénzre váltsa kivételes asztali tenisz tudását, de még mindig nagy célok vezérlik a Németországban élő, németül már jól beszélő játékost, aki Szekszárdon is győztesen hagyta el az asztalt. Már sok mindent megnyert, de milyen célok vezérlik? Indítottuk a világklasszis játékossal készült mini interjúnkat a Szekszárd Tarbonzek BL döntő első mérkőzése után. Voltam már VB győztes csapattagja, voltam egyéniben 5. egy világbajnokságon, de nagyon szeretnék legalább egyszer olimpiai bajnok is lenni, akár csapatban, de még jobb lenne egyéniben. Ez a nagy álmom meg lehet, nem fog teljesülni, de ez vezérel versenyzőként. Van kedve, ambíciója a további sok munkához? Egyáltalán mennyit edz egy héten? Az egész asztali teniszhez pozitívan viszonyulok, így az edzés munkát is szeretem. 5-6-szor edzek egy héten. Mi a véleménye a most idegenben 3-1-re megnyert elődöntőről, a Szekszárd AC elleni első meccsről, itt a Bajnokok Ligája elődöntőjében? Mihajlovát kellett legyőznie, ami sikerült. Nem volt egyszerű, mert olyan védő ellen kellett játszanom, aki nehezen kiismerhető, és támadni is folyamatosan tud, de megoldottam a feladatot. Javuló formában vagyok, és komolyan rákészültem erre a meccsre. Azt hiszem, ez volt 2. harmadik tétmeccse a pályafutásom során, és csak egyet veszítettem el Mihajlova ellen. Mi lesz a visszavágón a Szekszárd ellen? Biztos ezek után a 3-1-es győzelmet követően a továbbjutásban?
Biztos nem lehetek benne, mert nagyon nehéz. Hosszúra nyúlt meccseken tudtuk a szexádot legyőzni, ami jelzi, a visszavágon is nagyon koncentráltan kell mindenkinek játszani a közülünk. Egy kis versenydrukkal várom a visszavágót, de nincs bennem félelem, amiatt, hogy nem mi leszünk a továbbjutók. A Sportegyesületek Országos Szövetségének 2015-ben újonnan megválasztott elnöke, Dajs Tamás, Tolna megye sportvezetőit fogadta, Kovács Antal elnökségi tag és Süli János polgármester társaságában Pakson. Országjáró körútjának célja, hogy a sportegyesületek belépésükkel erősítsék a SOSZ-t, melynek Hiszek benned sportprogramja idén is elindult 150 millió forintnyi keretösszeggel. Pakson kosárlabda nem csak az első csapatról szól, hanem arról a sok száz gyermekről, aki kosárlabdázik a Paksi Egyesületben. A sport közösségépítő szerepét is kiemelte Dajcs Tamás, aki a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnökeként tett látogatást Pakson. Az Erzsébet nagy szállodában sajtóbeszélgetésen fogadta a megye sportvezetőit és a sajtóképviselőit, Süli János polgármester és Kovács Antal vezetőségi tag kíséretében. Dajcs Tamás a SOSZ irányítását 2015-ben vette át. A szövetség maga a rendszerváltás idején alakult meg, és azóta is az egyetlen szakmai és érdekképviselő viseleti szervezete a sportegyesületeknek. Az ezredfordulóra a magyar sport egyik meghatározó szervezetévé nőtte ki magát, mint egy 1000 egyesületet számlált tagjai között. Azonban, mikor Dajcs Tamás az elnöki székbe került, már csak 90-en voltak. Innen erősödött meg ismét, másfél év alatt 300-ra duzzadt a számuk, de évvégéig az 500-at szeretnék elérni. Azt gondolom, hogy többször is fel fogjuk tudni duzzasztani. Van már olyan programja a SOSZ-nak, és közeljövőben folytatódik olyan program, ami mindenképpen a kis és közepes egyeseknek, egyesületeknek jó lesz, illetve egyáltalán a helyzetről való beszélgetés, ami hát akár a Paksi Egyesületeket is nézzük, akkor azért mindenképpen azt lehet mondani, hogy nem problémamentes. Erről lehet beszélni, és akkor közösen a megoldás felé lépni. Úgy erősödhet a SOSZ, ha minél több egyesületet tud összefogó módon működtetni, így a szava is meghatározóbb a sportegyesületeket érintő döntések meghozatalánál, hangzott el a sajtóbeszélgetésen. Az a filozófiája, az a hitvallása a SOSZ-nak, hogy szolgáltatást, a hétköznapi értelemben a sportegyesületek működését, munkáját segítő szolgáltatásokat kell nyújtanunk az egyesületeknek. Az adózási kérdésekben való tájékoztatón keresztül, a jogi segítségnyújtáson át, a pályázati lehetőségek felkutatásában, pályázati tanácsadásban, szakmai képzések és továbbképzések szervezésében, sportegyesületek és sportági szakszövetségek közötti vitákban való közvetítő szereppel kézzelfogható gyakorlati segítséget tudunk nyújtani a sportegyesületeknek. Ez is azt gondolom, hogy segített minket abban, hogy egyre több magyarországi sportegyesület újra bízik a Sportegyesületek Országos Szövetségében, újra belépett a SOSZ-ba. A jogsegély, a pénzügyi és a pályázati tanácsadás mellett idén elindította a 150 millió forint keretösszegű Hiszek benned sportpályázati programját is a SOSZ, mely első köre március végén lezárul. Majd 1,2 milliárd forintos a támogatási igény. Tehát szűken számolva is körülbelül 8-szoros igény fogalmazódott meg az érintett sportegyesületek részéről. A Hiszek benned sportpályázati programot folytatni szeretnék 2017 második felében, a támogatási keret összeget pedig legalább a duplájára emelni. A SOSZ elnöke elmondta, hogy a TAO pályázatok, az Országos Sportlétesítményfejlesztési Program is segíti a sportegyesületek működését. Dajcs Tamás hangsúlyozta, hogy a sporttevékenység által lehet a legtöbbet tenni a felnövekvő nemzedék egészségének a fejlesztéséért, megőrzése érdekében, de a sport szociális és közösségépítő szerepét is kiemelte. Ennyi fért bele mai magazinunkba, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, de ne feledjék, a sportot nem csak nézni, űzni is jó. A viszontlátásra!